Kónalmi Ágnes, az MSZP oktatás politikusa a vendégünk. Ugye megint érlelődik egy újabb botrány tankönyvfronton, vagy iskolai fronton, hogy most azt elhatározták, hogy csak a választások után lehet tankönyvet rendelni. Ennek ön szerint mi értelme van? Hogy még később kapják meg az iskolába a gyerekek a tankönyveket, bonyolódjon ez az egész, a nyomtatás, a kikézbesítés. Mi értelme van húzni az időt? El akarja kerülni a kormányzat, hogy a választások előtt az a káosz újra kibontakozzon, amit elmúlt egy évben a szülők és az iskolák a saját bőrükön éreznek. Csak hogy ezzel az intézkedéssel, hogy nagyon-nagyon beszűkítik azt az időt, amikor is megrendelhetik az iskolák a tankönyveket, és ez elkerül a gyártókhoz, és még a terjesztést is meg tudják majd csinálni. Tehát félő az, hogy jövő szeptember 1-én egész egyszerűen nem lesz a gyerekeknek tankönyve. Ha most, ahogy én a különböző információkat nézem ebben az ügyel kapcsolatban, számomra az egyik legmegdöbbentőbb az volt, hogy a tavalyi határidőkkel számolva július 15-ig, tehát kevesebb, mint 2 hónap alatt, mert ugye április végéig kell megrendelni, igen, július 15-ig kevesebb, mint 2 hónap alatt kellene legyártani a teljes magyar tankönyvmennyiséget, körülbelül 12 millió tankönyvet. Hol vannak azok a nyomdák, amelyek erre képesek? Hát igen, egyszerűen ez lehetetlen. Nem fog kijönni matematikailag, tehát nem lesz elég nap, hogy mindenki betartaná a határidőket, akkor is nagyon necces lenne, hogy szeptember 1-ig odaérjenek a könyvek. Korábban ugye decemberben már megkapták a tankönyvjegyzéket az iskolák, február végéig leadták a rendelést. Most már tavaly is egyébként csíptek ebből az időből, már akkor is korlátozták az időt, és most még szűkebbre veszik a választásokra tekintettel. Óriási problémát fog ez okozni, és ami nagyon-nagyon visszataszítónak tartom, hogy az új kormányzat nyakába fog varni nagyon-nagyon sok problémát, hiszen a tavasszal feláll az új kormány, mert a választók úgy döntenek, hogy ezt a kormányt leszeretnék váltani, már pedig jó esély van rá, akkor bizony azzal fogunk szembesülni, hogy kiépült egy olyan rendszer, hogy gyakorlatilag nem lehet betartani. Úgyhogy én tisztelettel arra kérem a tankönyv terjesztőket, a tankönyv fejlesztőket és kiadókat, de ami a legfontosabb, az iskolákat. A pedagógus, aki korábban a tankönyvek terjesztésével az iskolán belül foglalkozott, azok a pedagógusok, akik a saját módszereik alapján kialakult tankönyv rendelésük volt, azok ezeket a papírokat ne dobják ki, nagyon is tartsák meg, és nagyon számítunk rájuk, hogy ebben az átmeneti választások utáni időszakban nehogy ne maradjanak a gyerekek tankönyv nélkül. Ugye most az az egyik ellenérv, hogy eddig volt 5000 féle tankönyv, most már csak 500 lesz. És ennyit meg ki lehet nyomni. Nézze, itt ez két dologról szól ez a dolog. Erre hivatkoznak, hogy túl sok tankönyv volt, pedig egy-egy tantárgyban körülbelül 5-8 tankönyv közül választhatott egy adott pedagógus. Most már csak 2 közül lehet választani. Most már csak 2 között. Nyilván látszik ez az uniformizálási hajlama a kormánynak, az egy ideológia, egyen tankönyv, egyen tartalmi nemzeti alaptanterv, túl zsúfolt nemzeti alaptanterv, ez mindenről szól, és most már ennek a technikai feltételeit is megvalósítják. Csak hát az a baj, hogy lassan tényleg, ahogy a bejátszásban hallottuk, lassan most már nem csak, hogy nem tudják kiszállítani, és nem kapják meg a gyerekek a tankönyvet, hanem effektíven nem lesz mit odavinni a gyerekeknek, nem tudják a nyomdák megcsinálni. Na most ugye a másik érdekes helyzet az, hogy itt voltak magánkiadók és nyomdák, akik nyomták a különböző tankönyveket, most a magánkiadók ellehetetlenítése folyik, igen, az államosítással, és azt olvasom, hogy gőzerővel vásárolják fel a magánkiadóktól a használható tankönyvek szerzői jogát. Hát persze, hát nincs az államnak kifejlesztett saját tankönyve, nincsenek tananyagaik. Én nem is értem. Hát ők rábőknek, nekem ez tetszik, persze, meg ez tetszik. De ennél rosszabb. Amiben benn van Vasalbert vagy Nyírő, azt nyomhatják, amiben nincs benne, azt nem pontosan nyomhatják. Pontosan így van, és visszautalva az előző bejátszásra, amit ma ebben az országban a Jobbik csinál, az a
szélsőséges nézetrendszer, ami terjed. Ebben az ötszekacsintásban Kovács László nagyon jól fogalmazott, például az is közre játszik, hogy a nemzeti alaptantervben, a szélsőséges szellemben alkotók benne vannak. És ha ezt nem fékezi meg április 6-án ez az ország, akkor bizony ezt fogják a gyerekek tanulni, és ezzel a szemléletben fognak kicsikortól felnőni. Visszatérve az ön eredeti kérdésére, a jogszabályban, vagy ebben a rendelettervezetben benne van az, hogy bizony korábbi tankönyveket akár mixelni is lehet, tehát, ahogy azt a Népszabadság jól fogalmazta, összeollozhatják korábbi tankönyvekből, és ha még ott is lenne késedelem, akkor a fél évben az első fél évre szóló tankönyvet odaadják a gyerekeknek, azt majd hozzácsatolják a következő fél évet. És akkor ez hogy lesz úgy, mint a Hippolita lakájban, hogy ebből is egy kicsit, meg abból, meg is, abból egy kicsit. Is egy kicsit. Kérem, és ki lesz az, aki a mixer ebből az ennek, betölti? Ennek az állam, a központosított állam és az egyen ideológia, ők szeretnék ezt a mixet megcsinálni. Minden egyes intézkedés ebben az államosított, központosított rendszerben így értelmezhető, de ebből ennek az lesz a következménye, hogy egy generáció jelentős része, egyrészt a tankötelezettség leszállítása miatt kimarad az iskolából a legszegényebb gyerekek, és aki benn marad, az se kap megfelelő képességeket, készségeket és tudást ahhoz, hogy ebben a modern, gyorsan változó világban boldogulni tudjanak. A PISA eredmények sokkal rosszabbat fognak mutatni, mint bárki számítana rá, nem egészen egy-két éven belül. Van még egy percünk, ezért aztán megkérdezem, hogy azt hogy fogadta, amikor azt mondták, hogy ön fog indulni Simon Gábor körzetében? Egyenes gerincsel és emelt tekintettel. Na. Azért csak nem volt magában egy kis aggódás, hogy hát most akkor mi lesz? Nézze, bemegyek ebbe a körzetbe, ahol most Simon Gábor minden csak nem éppen kedves vendég, vagy tiszteletre méltónak tartott valaki. Bemegyek, mint szocialista, azt nem gondolja, hogy most görög tüzet gyújtogatnak, hogy jött egy másik szocialista. Tehát szerintem talán önnek lesz a legnehezebb feladat az egész kampányban. Sokszor elmondtam, az egyik szemem sír, a másik nevet. Mindenki tudja, hogy én nagyon szerettem volna, sokszor el is mondtam az önök televízió csatornájában. Indulni, de nem itt, hanem a 6. vagy 7. Itt van, kerületben. Én azért a párton belül sokat küzdöttem, hogy jelölté váljak, de ez egy természetes szocializációs és folyamat a párton belüli jelölté válás. Amikor elvették tőlem, akkor az, vagy át kellett adni a koalíciós partnernek, a demokratikus koalíciónak ezt a körzetet, azt mondtam, hogy ez, mi voltunk a győzelem első láncszemei, és a választópolgárok lesznek a fülkében a győzelem utolsó láncszemei. Mindannyian hozzájárulunk. A politika így működik. Azért, mert egy közösségben vannak kikezdhető emberek, az nem jelenti azt, hogy minden képviselőtársam, minden szavazónk vagy szimpatizánsunk erkölcsileg megbukott volna. A politikának ezzel az ügyel van köze. Az MSZP megtette azt, amit meg kellett tennie, de a Magyar Szocialista Párt nem nyomozóhatóság, nemhogy akarata, eszköze sincs arra, hogy ez ügyben tovább lépjen. Viszont amikor az igazságszolgáltatás jut valamire, akkor a politikai elitnek újra meg kell nézni, mert az elmúlt 23 év problémáin így tudunk szerintem tovább lépni. Én és a képviselőtársaim egyenes gerinccel állunk a választópolgárok előtt. Mindent meg fogok az érdekében tenni, hogy a 18. kerületieket méltósággal és tisztességgel képviseljem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.